Sziasztok! Képzeljétek el, épp most megyünk fodrászhoz, ugyanis Linának le lett szágatva a haja. Ilyen rövidre. Nagyon durva! Nagyon durva! Az enyém is le lesz egyébként egy kicsit, meg valószínűleg festve is lesz, úgyhogy nagyon remélem, hogy jó lesz. Most elmegyünk egy szalamba itt a Terész körúton, a Marosfalvi Herbe, és ott lesz megcsinálva az egész. Igen. Oh. És úgy gondoltuk, hogy erről egy vlog videót fogunk nektek csinálni, ami bár nem túl tartalmas, hiszen annyi fog benne történik, hogy levágják a hajunkat. Meg ezelőtt voltunk a bazilikánál, a Szent István bazilikánál, ott megnéztük a karácsonyi vásárt, de ennyi történt igazából, szóval ezt fogjátok látni a mai videóban. És menjünk, vágjuk hajat. Wow! Egyébként biztos tudjátok már, de rohadt szép a város itt. Ahogy látjátok ott a fákat. Hangulat! És amúgy kezdünk belejönni a vlogolásba, mert külföldön, szóval például Milánóban meg Kolozsváron, ez annyira más volt, ott ilyen turista érzésed van, és nem fura, de itt nagyon az, hogy ez van. Az a helyzet, hogy eltévedtünk, úgyhogy mégsem a Terész körúton van ez a szalon. A szerencsénk az volt, hogy közel van egyébként a fodrászat, szóval kb. Egy 5 perc még innen, itt a nyugati mögött valahol. Még pandin van a sor, ugyanis felváltva csinálják a hajunkat. Szóval úgy döntöttem, hogy elkezdek olvasni még pedig a Titok című könyvet, ez Panninak a könyve, és azt sem tudom, hogy miről szól, de annyira unatkozom, hogy úgy döntöttem, hogy jó, akkor olvasok, mielőtt még itt elalszom, mert már nagyon késő este van. Egy pillanat. És most én jövök. Az én hajam. Eddig is Pandinak a hajával foglalkoznak. Amúgy nem tudom, itt furák a fények, de nem lett semmi festve vagy ilyesmi. Ez a természetes színe most. Viszont nagyon késő van már, és nagyon éhesek vagyunk. Úgyhogy én most úgy döntöttem, hogy bevállalom, és elmegyek, és hozok mindenkinek kaját. Szóval most velem fogtok tartani, mert valószínűleg az enyém izgalmasabb, mint Panni, aki ül egy székben, és igazából csak úgy festegetik a haját. Ez a kajakeresés itt eléggé nehéz lesz, ugyanis egy Mekibe küldtek el, és mindannyian leadták a rendelésüket, hogy a Mekiből mit hozzak, de én ott nem nagyon tudok mit enni, mert ugye mindent hússal csinálnak. Szóval nem tudom, körbejárok erre fele, de attól tartok, hogy vagy sült krumplit fogok enni, vagy semmit. Szóval igen, amúgy hihetetlen a hajam, Jézusom. Tudom, hogy 50 millió olyan komment fog érkezni, hogy jaj ne, olyan szép volt, hosszúan a hajad, meg ilyenek, de egyszerűen én érzem, hogy ez már nagyon kellett, ez a változás, úgyhogy és így száll, és így könnyű, végre nem húzza le 5 kilóval a fejemet. És időközben vissza is értem, csak annyira teli volt a kezem mindenkinek a kajájával, hogy nem tudtam közben videózni, szóval visszaértem, és mindenki kapott olyan kaját, amit akart. A többiek a Mekiből, én a Spárban össze tudtam magamnak állítani egy salátát, szóval tök jó.
idő, amikor Panninak azt a baja, mint nekem. Igen. És szőkép. Igen.